Akkor kezdődik másodjára az előadás. Tehát 2024. október 23-a van, az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja egy gyásznap. Ez a ruha, ez az öltöny és ez a karszalag, valamint ez a zászló velem volt 2006. október 23-án is a forradalom 50. évfordulója alkalmából. Igen, látom, most már összegyűlünk, tehát most már elindult az élődés. Hát valahogy mindig van valami gigszer, érdekes módon mindig pont akkor, amikor valami érdekesről szeretnék beszélni, valahogy mindig akkor csökken le a nézettség, de hát ennek már nem tulajdonítok jelentőséget. Úgy is elmondom, amit akarok, aztán látja, aki látja. Tehát 2006. október 23-án ugyanebben a ruhában, ezzel a karszalaggal és ezzel a zászlóval mondtam ünnepi beszédet, akkor még a város főterén, az emlékműnél. Ma nem mentem sehová, viszont azt a fotót, amit feltettem az árulással kapcsolatban, azt láttátok, én elmondtam a véleményemet, én úgy gondolom, hogy nem engedhetjük meg, hogy egy ünnep úgy múljon el, hogy nem mutatunk rá azokra, akik a hazaárulói voltak. És minden alkalommal, amikor az 56-osokról beszélünk, akkor minden alkalommal rá kellene mutatnunk ezekre az árulókra. Azért, hogy a jövő nemzedékei erkölcsi példát, a jövő nemzedékeinek erkölcsi példát mutassunk arról, hogy mi a jó és mi a rossz. És az emberek határozottan és élesen különbséget tudjanak tenni a között, ami jó és ami rossz. Ez egy különleges műsor lesz most. Valószínűleg olyasmit fogtok hallani, amit talán még korábban nem 1956 kapcsán. Hogy én hogy látom azt, hogy mi a jó és mi a rossz, hogy mi történhetett 1956-ban. Ha azt gondolom, hogy amikor ez az öltöny rajtam van, van egyébként ilyen ballonkabátom is, ami inkább, sokkal inkább autentikus 56-hoz, de mintha egy nemzetőr hadnagy lennék ebben. A 48-as forradalom idején, hogyha nemzetőr lehettem volna, ha 56 idején egy kormányközi harcos lehettem volna, vagy ellenálló, ha visszamehettem volna ezekbe az időkbe, akkor talán ezeket választottam volna. A jelenkorban az ellenállás, a harc, a felvilágosítás, a jó és a rossz közötti különbségtétel legfontosabb feladatai most nem fegyveres harcban az utcánkon zajlanak, hanem a fejekben, a média és az emberek szívében, talán lehet ezt mondani, ha még van olyan. Ahhoz, hogy el tudjam mondani nektek, mire gondolok, hogy milyen lehetett 1956, hogy milyen az, amikor, és valaki azt mondja, még mindig jó rám, igen. Hát ebből is látszik, hogy olyan sokat azért se nem nőttem, se nem híztam, hogy tökéletesen rám jön. Tehát ahhoz, hogy el tudjam nektek mondani azt, hogy milyen lehet az a fajta összefogás, amit egy kicsit mi is éreztünk 2006-ban, és azóta ez annyira, de annyira több mint 18 év távlatába tűnt el, ahhoz egy nagy írónk szavait kell kölcsönvennem, és ebből fogok most egy kis rövid felolvasást tartani. Egy nemzeti hadsereg. Mesemondás. Lehetett is az valaha, hogy egy kicsiny, elszigetelt országnak rokontalan nemzete valaha saját haderejével kilenc oldalról rárohanó támadás ellen védelmezte volna magát diadallal, dicsőséggel. Hogy ne bírt volna vele egy óriás, hogy rá kellett volna ereszteni Európa másik kolosszát is, és még azzal is megbirkózott. Még akkor is saját magának kellett lefeküdnie, hogy rágázolhassanak. De hát hol vette volna ez a nemzet ezt az ősmondabeli erőt az újabb kornak a Nibelung énekéhez? Elmondom, ahogy megértem. Egy végehetetlen jajkiáltás hangzott végig. Az ország egyik bércfalától a másikig verődött az vissza. És midőn másodszor visszatért, már nem volt jajkiáltás, hanem harci riadó. Megnépesült a kitűzött zászlók környéke. A földméves elhagyta ekéjét, a tanuló elhagyta iskoláit, a családapa boldog tűzhelyét, s ment a zászló alá.
13-14 éves gyermekek csoportja emelte a nehéz fegyvert, mely alatt még válla meggörnyed, és 70 éves, galambősz férfiak álltak a gyermekekkel egy sorba. Nem kellett félpénzzel csalogatni senkit. Egy nemzeti színű kokárda volt az egész ajándék, amit a belépő kapott. Úri családok elkényeztetett fiai, mágnások, nemesek jöttek önként, és együtt sanyarogtak a paraszt fiúkkal, esőben, zivatarban, sárban, szemétágyon, ronyban és dicsőségben. Egy ügyvéd itt hagyta irodáját, kardot kötött. S a legelső csatában maga vitte a zászlót legelől Pádendorfnál a kartás csaporral szemközt. A végén ezredes lett. Sohasem tanulta a háborút. Egy fiatal földes úr mennyegzőjét megtartotta ma, másnap csatába kellett mennie. A római sáncokat ostromolták. Ott első volt, ki zászlója élén felhatolt. Lelőtték. Még a mennyasszonya csókja meg sem hűlt ajkain. A ciszterciszi barátok kolostorából három növendék kivételével minden kispap elment honvédnek. A prior maga látta el őket utélelemmel, mikor szekérre ültek. Amint a refektóriumba visszatért, a honmaradt kegyeseket megpillantá, sírva mondá nekik. Ti gyávák! Minek maradtatok itthon? Elmentek az ügyvédek. Nem akart most pörlekedni senki. Elmentek a bírák, hisz nem volt senkinek panasza. A mérnökökből lettek tüzérek, utászok, az orvosokból tábori sebészek. Ágyban meghalni nem volt most divat. Híres korhelyekből híres hősök lettek. Csöndes jellemekből oroszlánok. Még a rablók is megtértek. Egy hírhet rablóvezér amnestiát kért magának és társainak, és 160 lovast állított ki a csatamezőre, kiknek nagy része a hazát védve nyerte el a halált, mint a hazarontásáért előbb megérdemelt. Egy főúr maga egész huszárezredet szerelt fel, másik huszárezredet 2 hét alatt állított ki a Jászkun főkapitány. Nem volt fegyver. Vettek el az ellenségtől. Elép kaszával, puszta kézzel kellett kicsikarniuk a harc eszközét, hogy aztán küzdhessenek vele. Egy közönséges székely földész kitalálta, hogyan kell ágyút önteni, fúrni és ellátni népét csatalövegekkel. Vashámorok átalakultak golyóöntődékké. Elfogyott, és nem volt kapható egy utac a puskákhoz. Voltak gyógyszerészek a csapatoknál, kik papírosból készítettek gyutacsokat, s azok is jók voltak a harcban. Az egyházak odaadták a harangjaikat. Ágyúércnek. Egyetlen vezér 110 ágyút vett el apródonként az ellenségtől. A szabadkai föld népe mesztelen kézzel foglalta el az ellenfélnek fél mérföldre hordó bácsi nevű öreg ágyúját. A malakult zászlóaj már holnap gyakorlatot tartott, és egy hét múlva ment a tűzkerestségbe. Mindenki testvér volt a trikolór alatt. Nem gúnyoltak senkit tótnak, németnek, azok mind egy zászló alatt egy hazafiainak vallották magukat. A tiszt jópajtás volt. Együtt evett, együtt ázott, egy szalmán hált a közlegényével, s tanították egymást hazaszeretetre. Nem volt szökevény. Hová szökött volna? Minden ajtótól elkergették volna a gyávát. Ha megverték a sereget, nem futottak szerte széllyel. Igyekeztek ismét összegyűlni, és folytatni a harcot. És nem csak az harcolt, kinek fegyver volt a kezében, harcolt minden élő lélek. Asszonyok bátorították fiaikat, úri hölgyek mentek sáncot hordani az erődítésekhez. Vettek részt veszélyes küldetésekben, miket csak asszony képes el nem rontani. Asszonyok voltak a legjobb tudósítók. Csaták után ők ápolták a sebesülteket, kórház volt minden úrilak a csatatér közelében. A papok a hős erényeket prédikálták a szószékről, nem volt ebben a dogmában sem szillabusz, sem herézis. Szent volt-e harc keresztnek és csillagnak. És a költő, ki meteorként futotta végig az egész eget fölöttünk. Nem zengett egyébről, mint a szent harcról, ez hangzott alá onnan a magasból, ez volt utolsó szava, midőn az ismeretlen láthatáron lebukott előttünk.
Talán nem is a földre esett le? Talán egy új földforgás alkalmával ismét meglátjuk őt? Szikrázva, mennydörögve fejeink felett? Így támadt a nemzeti hadsereg. Jól van, ez idáig poézis. De hol a próza? Hát a pénz? Igaz. Pénz nélkül nem viselnek hadat. Tehát az történt, hogy akinek ezüst kanala, ezüst sarkantyúja volt, összehordta egy rakásra. Fiatal jánkák, függőiket, özvegyasszonyok megtakarított filléreiket odarakták a nemzet pénztárába. Gyűjtögetett nyugdíjak vándoroltak e helyre. Ki akarna nyugdíjra gondolni, ha nincs haza? Nem volt elég. Akkor rányomtatták papírdarabokra, hogy ez a papír a nemzet pénze. És mindenki úgy fogadta azt. Senki sem kételkedett abban. Mindenki azt mondta, a nemzet nagyúr, amire az ráütötte a címerét, a szent, az a miénk. És volt pénz, elég. És aztán a financminiszternek nem volt egy jó kabátja. A hadügyminiszter krajcáros szivart szít, többre nem telt. És a fő hadi intendáns minden nap más ismerőséhez ment ebédre, hogy arra se költse az ország pénzét. És amidőn ezt a könnye szentelte kincset egy-egy olyan kormánybiztos kezébe adták, mint Baradlai Ödön, bizonyos volt felőle a nemzet, hogy aminek kenyérnek kell belőle lenni, abból kenyér lesz, és aminek fegyverré kell belőle lenni, abból fegyver lesz, és oda fog jutni bizonnyal, ahová küldve volt. Így állt fönn a nemzeti hadsereg. S fél év múlva már csodáiról beszél a történelem. A kisfiúk már babérkoszorús hősök, a kis alhadnagyok már tábornokok, hadvezérek. A tépet trikolor már a világ tiszteletét bírja. Kiállták a próbát a tűzben, kiállták a próbát a hózivatarban, kiállták a próbát a veszteség kétségbeejtő hónapjaiban. A komáromi sáncokon táncoltak zeneszó mellett, az ellenfél bombazápora alatt. Szolnoknál kaszákkal rohanták meg az ágyúkat, és elfoglalták a gyilkoló tűztelepet szembehunyva. Pákoznál 10 000 emberrel rakadták le a szolnyos puskát a kaszás nemzetőrök. Győrnél lovasságot kergetett meg szuronnyal a 11. zászlóalj. Budánál lováról szállt le a huszárság várat ostromolni. Losoncon egy táblabíró, egy alispánból lett hadvezér, 6-szorta nagyobb ellenfélnek fényes nappal elfoglalja ágyúit és táborkanát. Piskennél naphosszat védi az incédi zászló, hogy 20-szoros ellenerővel szemben a vitatott hidat, és győz. És milyen gyorsak, mi csodaszerűek, mi meglepő mozdulataik. Szélaknánál a föld alatt bújnak az ellenségen keresztül. Branyiszkónál a hegy meredeként feltörnek át rajta. Szolnoknál átúsztatnak háta mögött a Tiszán. Segesvárnál az égő városon verik magukat keresztül lőporos szekereikkel. Tiszafürednél a jéghátán állnak meg előtte, hogy mikor a folyamon hidat vert a kemény tél, ott mondják el. Eddig és ne tovább. S végre, midőn ereje teljes összességét egybegyűjtve megáll egy küzdhomokon az egész 100 000 karú nemzetóriás, s karjait kétfelé tárva büszkén kiállt ellenfeleinek, ide hát, mérkőzzünk össze! És mikor az összemérkőzés után recsegve, ropogva, minden ízeiben menekül ki az ellenfél karjai közül. Vagy nem volt ez igaz? És ami legfőbb, mit ki ne felejtsen senki, midőn a nemzeti hadseregről beszél. Mi előtte és utána járt annak, mint Jehova nappal ködnek, éjjel tűznek oszlopában. A nép. A nép, ki eszével, találékony furfangjával, jó akaratával, szellemével védi, sieteti, inti, buzdítja, őrzi imádott hadseregét, néha 10 000-rével mellé áll, és megfélemlíti tömegével az ellent. Egy helyütt rendszeres álhírekkel kiemeli biztos helyéből az ellenfél hadzömét, másutt megelőzi legtitkoltabb terveit. Ozoránál egy ember gyalog oda és vissza, 2-szer megkerüli az ellentáborát, hogy a két nemzeti haderőnek üzenetet vigyen a köztük vekvő tábor mozdulatairól. Zsidó szatócsok minden levelezése tele van ártatlan üzleti hírekkel.
mikből egymás közt megállapított szótár szerint az ellenfél hadmozdulatait értik meg és tudatják a nemzeti hadvezérekkel. Ahol nagy a sietség, 100 meg 100 szekér áll elő a nemzeti hadsereg gyalogságát tova szállítani, ágyúit, hadiszereit felvenni, és mikor a másik hadd jön, nincs egy ló sem. Mind kinn a ménesen, nem lehet rá találni. Mikor a nemzeti seregnek élelem kell, egy kurta nyugtatványra előterem minden. Mikor a másik jön, készpénzért sincs semmi. Maga a gazda is koplal. Csak egy hiányzott még a nemzeti hadseregből, erejének tudata. Ezt meg kellett még neki tanítani, s a tandíj bizony meg kellett érte fizetni. Hát, lehet, hogy sokan felismertétek, ez Jókai Mór, a kőszívű ember fiai, ugye a borítón a két baradlai testvér, akik Buda ostrománál hát versenyeztek és vetélkedtek. Remélem, hogy sikerült megértenetek ebből a történetből, hogy mi az, ami az az érzés, ami egy kicsit visszatért belénk is ebben a ruhában, ebben a karszalagban és ebben az ászlóban 2006. október 23-án a forradalom 50 éves évfordulóján, az a nemzeti összetartozás, amikor egyként álltunk ott a város főterén, vagy később Budapesten, amikor lőttek ránk, és az a darab papír, amire ráírták, hogy a nemzet pénze, az ez a darab papír, és a pénzügyminiszter, akinek lyukas volt a kabátja, az Kossuth Lajos volt, itt látjátok az aláírását, Kossuth Lajos pénzügyminiszter, ez egy 1848-as 10 forintos, természetesen eredeti, egy gyűjteményemből, akik korábban nézik a műsort, már láthatták. Ez a pénz volt az, ami lehetővé tette mindezt, és amit csak úgy kinyomtattak egy papírdarabra. Ma, 2024. október 23-án nagyon sokféle beszédet hallhattunk. A legszomorúbb az egészben az, amikor látjuk, hogy mennyire eltávolodtunk azoktól az eszméktől, amiket Jókai Mór is már megírt, megélt, és azt mondom, hogy az, amit Jókai Mór megírt a kőszívű ember fiaiban, ami természetesen az 1848-as szabadságharcra vonatkozik, nagyon sokan felismerhettétek ebben a Pákozdi csata például a híres helyszíneket, és hogy ez hova tűnt, hogy ez a fajta tisztesség, becsület a népből hova tűnt. Hát megválaszolom ezt is. Ott van bennetek, akik most nézitek a műsort, vagy ott van bennem. Ott van elszakítva a határainktól azokban a székelyekben, akik évszázada őrzik még mindig a magyar határt, pedig már nem így hívják azt az országot, amit rájuk kényszerítettek. Van egy könyvem róluk is. Az a cím, hogy az utolsó székely határőrök. Természetesen ez már második világháborús történet, Ivás István könyve. Ebből csak sírással tudnék felolvasni, úgyhogy ebből még soha nem olvastam fel, pedig már többször megpróbáltam. Tudjátok, a visszacsatolt észak-erdélyi területről és az Árpád vonalról szóló utóvéd harcokról szól. A szovjet betörés ellen. Én azt gondolom, hogy a magyarság történetében talán soha nem volt igazán olyan periódus, amikor azt mondhatnám, hogy hátradőltünk volna, megnyugodhattunk volna, hogy most minden rendben van. Azt szokták mondani, hogy az osztrák-magyar monarchia, a béke, az aranykor volt, ugye a kiegyezés, és mondjuk az első világháború kezdete előtt, tehát mondjuk 1867 és 1914 között, ez a kis rövid időszak, vagy a második ilyen időszak volt a második világháború előtti időszak, ugye ez a Horthy időszak, amikor az erős pengő volt, a 30-as évek, a jó magyar filmek készültek, de minden időszakban szükség volt olyan emberekre, akik valahogy őrizték magukban azt a tüzet, és őrizték magukban azt a fajta kiállást, amiben azt mondták, ahogy itt a könyvben is a nép, hogy eddig és ne tovább. És tudom, hogy talán ez a műsor sem lesz népszerű, mint ahogy néhány korábbi műsor sem, néha a felolvasások sem népszerűek, de tudom, hogy azoknak, akik ott kint most ezt a műsort megnézik, ez sokat jelent. Mert tudják, hogy nincsenek egyedül. Tudják, hogy vannak olyanok, akik,
akik még mindig ugyanúgy gondolkoznak, mint ahogy ők, és tudják, hogy a tisztesség és az erkölcs az még mindig ugyanaz, mint amit régen annak hittünk. És az, amikor bekapcsoljuk a tévét, és mindenféle celebek és sók agyzsibbasztó, fárasztó, szégyenteljes új valóságával szembesülünk, akkor tudjuk, hogy az nem az igazság, az nem az igazi életünk. Mi egymás között tudjuk, hogy kik vagyunk. Köszönöm, hogy meghallgattátok a műsort. Akinél most van egy pohár bor, igyunk az elesett hősök emlékére. Akik az életüket adták azért, hogy előbb csak egy puhább diktatúra jöjjön, aztán később talán egy teljes rendszerváltás. Igyunk azokra is, akik még köztünk élnek, ezek közül, a hősök közül. És talán egy kicsit igyunk azokra is, akikre a jövőben majd szükség lesz, mert azt hiszem szükség lesz rájuk. Isten áldja a magyarokat, éljen a haza!